Na, ma egy szempontja maradt hátra ennek a beszédsorozatnak, ennek a témakörnek, és ezt én külön vettem egy külön negyedik adásra, mert bár érinti mind a három területet, tehát igazából tulajdonképpen egy közös halmazként érkeztünk meg ide, de mégis egy külön közös területként tudom ezt mondani, ez pedig a mennyei beszéd. Tehát volt az emberi, az isteni, az ördögi, és most van a mennyei beszéd, Tudnék, a mennyei beszédről is érdemes beszélni pár szót, méghozzá mennyei beszéd az imának a nyelve. Tudni, hogy igazából az, hogy hogyan imádkozol, az, abban a területben egyesül az, hogy a tiszta emberi beszéd, az Istennek a beszéde és az ördög ellen való, kárhoztatás ellen való beszéd. Tehát tulajdonképpen a mennyei beszédről lesz szó, az imádkozásról, és abban az értelemben, tehát nem az imáról lesz szó, hogy mi az ima, azt már mindenki tudja, hanem hogy hogyan használjuk jól ezt a nyelvet. Tehát hogyan beszéljünk jól mennyei módon, hogyan imádkozzunk jól, teljesen gyakorlati tanítás lesz, ma fogjuk is gyakorolni. Az imádkozásnak a jelentése, proszekómai, ami azt görögül, ami azt jelenti, hogy imádkozik, Istenhez beszél. És ezért mondtam, hogy a negyedik beszéd típusnak hoztam most az imádkozást, mert az Istenhez való beszéd, a mennyei beszéd az imádság. Az imádságnak nagyon sokféle fajtája van, nem fogunk ezekről beszélni. Az ima, a közbenjárás, a könyörgés, a sóhajtás, a felkiáltás, a, a a kihirdetés, a megvallás, tehát nagyon sokféle fajtája van az imádságnak, de most inkább a beszéd oldaláról fogjuk említeni az imádságot. Ezt az egyet akartam elkerülni, hogy köhögjek. Igen, majd köszönöm szépen, majd kérek vizet. Akkor már rögtön belevágok így, köszönöm szépen egy ilyen profétikus módon, mert többen imádkoztatok, egy, el, egy olyan nyavaját voltam az elmúlt napokban, hogy jaj, nem csak egy férfinátha ha volt ez, hogy 37 4 el szenvedtél, hanem tényleg volt az 37 hét is, de e, komoly küzdelem volt, de és e, lehet kérdezni, hogy, hogy na de hát imádkoztunk érted, akkor hogy, hogy nem gyógyultam meg két nap alatt vagy azonnal, és én már évek alatt rájöttem arra, hogy erre egy, egy jó válasz van, hogy most gondold el, hogy milyen állapotban lennék ima nélkül. Mm. És ezt most nagyon komolyan mondom, hogy nem tudhatod, hogy a, amikor az imádságnak általában azt látod, hogy nem úgy alakul a végeredménye, hanem hát még beteg, de azért, és a többi, akkor gyakran azt mondjuk, hogy jó, hát nem ért célba. De honnan tudod, hogy mi lett volna, ha nem imádkoznak, érted? És inkább én erre helyezem a hangsúlyt az utóbbi években, hogy Imádkozom, és, és hálás vagyok az úrnak, hogyha más is teszi ezt. Erre iszom. Nem merem megkockáztatni. Láttam a tekinteteket. Jó neved, pásztor vagyok. Na, a beszéd szempontjából csapjunk bele a lovak közé, a, meg, a, a, a beszéd szempontjából, az ima nyelvben szempontjából két dolgot szeretnék mindenképpen mondani, a mennyei nyelvről, az egyik a megvallás, a másik pedig a, a, a nyelveken szólás, de csak így röviden. A megvallásban a zsidó 10.23-at kérem, hogy Péter kivetítse. <kül> Testük megvan most a tiszta szívvel, ezért tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, aki az ígéretet tette. Itt a reménységnek a vallásánál a görögben az van, hogy ez a megvallásról beszélünk. Tehát tartsuk meg a megvallásainkat tántoríthatatlanul. Zsidó 3.1. Azért szent testvérek mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk, tehát megvallásunk apostolára, főpapjára, Jézusra. Sokszor, sokféle módon szóltunk már, és beszéltünk erről, hogy amikor azt mondja az ige, hogy a megvallásnak a főpapja Jézus, erről is beszéltünk sokat, de érdemes ezt tudatosítani, hogy amit mondasz, ahogy imádkozol, ahogy megvalod a dolgokat, Jézus vagy továbbítja az atyához, vagy, vagy, jó esetben inkább nem továbbítja az atyához, de legyen a te hitet szerint, legyen a te megvallásod szerint. Tehát az a helyzet, hogy, hogy Isten, Jézus a megvallásainkat, a megvallásainkkal tud kezdeni valamit. Nem azzal, hogy te a szívedben mit gondolsz, nem azzal, hogy mit szeretnék gondolni, vagy mit szerettem volna gondolni, amit kimondasz, ahogy megvallod, ahogy hiszed, és megvallod, ahogy beszélsz, az fog megtörténni, vagy nagy valószínűséggel, nagy mértékben az fog megtörténni. Ha az én beszédeimben azonban a megvallás, megértem, hogy mi az, hogy megvallás, mi az, hogy Istennel együtt beszélni, egy, egy mert a megvallás azt jelenti, hogy ugyanúgy beszélek, mint Isten. Egyformán beszélek Istennel, egy értelemben beszélek Istennel. Hogyha ezt megértett, hogy ezt jelenti a megvallás magyarán, hogyha én azt mondom az Úrnak egy bármilyen különböző élethelyzetben reakciómat felülírom az Isteni reakcióval, mondjuk hirtelen kirúgnak a munkahelyedről, és te megijedsz, hogy mi lesz a pénzzel, koldus leszek, nem tudom, hogyan fogom eltartani a családomat, akkor mit csinálsz? befogod a szádat, és előveszed az igét, ami már benned ott van gazdagon, hogy nem félek, mert megvan írva, hogy nézzétek meg a madaraknak a röptét, ha ők nem vetnek, nem maradnak, mégis eltartja őket a mennyi atyúk. Ez például egy megvallás, mert az érzelmeit helyett azt mondtad ki, amit az Isten mond az adott helyzetről. Vagy az, az, Istennek az embere nem lesz kenyérkéregető, vagy az Istennek az emberének nem kell kérdeznie, hogy mibe öltözön, mibe ruházkodjon, mert ö, 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 ha egy lilium, liliumot fel tud öltöztetni gazdagon az Isten, akkor mennyivel inkább engem az Istennek a fiát. És ezekkel a megvallásokkal tudsz leginkább harcolni egyébként a lelkedet és a szellemedet támadó ördögi erőknek, amik pontosan a félemmel akarnak téged megkörnyékezni. És beszéltünk ugye a legutóbbi alkalommal arról, hogy ezt helyetted Isten nem csinálja meg. Ezt azt mondja, hogy ez rá tartozik, fiam, odattam neked, beszélj úgy, ahogy én, és akkor meg fogod látni ennek a győzelmét. A megvallás azonban nem csak az ördög elleni, a félelmek elleni harcban jó, azért mondtam, hogy mind a három területre jó ez a mennyei beszédnek a megvallásos része, hanem például az Isten felé való kommunikációban is jó, hogyha a megvallás megjelenik. Mit jelent az ima? Előbb mondtam, beszélgetni Istennel. Magyarán, hogyha az Istennel való beszélgetésemben szintén fűszerezve van a megvallással, tehát az Istennek a ígéreteivel, az Istennek a beszédével, de akkor hidd el, hogy sokkal hatékonyabbá válik egyébként az Isten velé való kommunikáció. Itt szeretnék megegyezni valamit meg aláhúzni, amit mi karizmatikusak nagyon gyakran elkövettünk, vagy elkövettünk, de elkövetni nem akarunk többet. Jó? Tehát Isten nem lehet pattogtatni, még úgy sem, hogy azt mondod neki, hogy mivel te ezt mondtad, meg van írva, ezért most Rips csináld ezt meg. Tehát még ott is tudnod kell, hogy Isten az Isten és egy hálaadással föltárni a kérést, egy hálaadással, tiszteletadással azt mondani, egy tiszteletadással lehet emlékeztetni egyébként Isten, mondja is az, az ige egyébként, hogy emlékeztessétek Isten, tehát lehet ezt, de nem pattogtatva, hanem úgy, hogy apa, tudom, hogy nem fejtetted de de mégiscsak azért szólok, hogy, hogy tudod, van azért ez a szükségem, de megvan írva, és te azt mondtad, hogy. És akkor hidd el, hogy Isten ezt nagyon jó szívvel fogja tőled fogadni. Isten felé tehát kéréssel vagyunk, a megvallásainkban is, az ördög felé viszont határozott parancsolással vagyunk, mert megvan írva. Erről is beszéltünk, ugye, hogy Jézus erre mintát adott, hogy maga Isten is ezt csinálta, nem csettintett ott a pusztában, a kereszten sem csettintett, hanem egyszerűen csak azt mondta, menjen innen sátán, mert megvan írva. És ő is az írott igére, a beszédre hivatkozott. A megvallás tehát azért nagyon jó, a másik részben pedig, mert amikor te de megvallásokkal gazdagon imádkozol, megvallásokkal gazdagon beszélsz Istenhez, vagy megvallással gazdagon jársz közben dolgokért, helyzetekért, akkor észre fogod venni, hogy megváltozik a kör. Na most, nem akarok most egy próbát csinálni, de képzeljétek el, amikor elhangzik a felszólítás, imádkozzunk. És ilyenkor az emberek többsége elkezd imádkozni, és általában körülbelül ezen a um, um,

lehet, hogy értelmileg még jó is, de már lehet érezni, hogy van benne egy megszokás, van benne egy vallásosság, van benne nagyon sok minden, mert az a helyzet, hogy a, a vallásosság kifejezetten szereti az imádságokat, mert ha arra rátelepszik, akkor gyakorlatilag abszolút tompítani tudjanak az élét. És egy idő után megszokásból mondja az ember az igéket, megszokásból mondja, recitálja igazából ezeket a dolgokat, de már nincs mögötte hit. Tehát harcolni kell azért, hogy te jól tudj imádkozni, hogy te hitben imádkozz az is nem megszokásból. És erre jó a megvallás. Na most a megvalláshoz kellenek az igék. Ez a rossz sziridáig. Tehát fogod a Bibliádat, és elkezded olvasni, és bármilyen furcsa, benned fognak rögzülni az igék. Egyszer, kétszer, háromszor olvasod az igét, és rögzülni fognak az igék. És amikor elkezdesz imádkozni, akkor már nem csak azt imádkozod, hogy hát én most nagyon rosszul vagyok, és ördögé most kérlek, hogy menj el tőlem, és ő én, 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 én Isten fia vagyok, és én, én most nem is kéne, hogy így érezzem magamat. Ö, ó, Istenem, segíts. Tehát ez egy ima, és nem az Istenem segítse van a baj, mert itt ebben az ebbe, most előbb elmondtam, ebben az utolsó mondat volt egyedül értékelhető. Istenem, segíts. Ha csak ez van benned, akkor inkább csak ennyit mondj, Istenem, segíts, mert az százszázalékosan működik. De az előtte lévő, az nem működik. Miért nem? Mert semmi nem volt benne. Paraszkodtál, elmondtad, hogy hogy érzed magad, az ördögöt megkért, tehát, hogy ugyan már, ha lehet, kicsit menjen arrébb, mert most már tényleg fáj neked, de ettől ő nem fog arrébb menni. Ezért mondtam, hogy parancsolni kell, ördögnek parancsolni, Istent emlékeztetni, magadat megbátorítani. Dávidról is mondja az ige, emlékezetek vissza, hogy amikor megvolt a... a, a amikor elvittek mindenkit, a, ciklág, siklág, Uh, akkor ugye hát éppen meg akarták őt kövezni, meg ölni a, a hű testvére a gyülekezetben, meg a népe. Hát ilyen előfordul minden jobb gyülekezetben, de a lényeg, hogy látták, látták, hogy Dávid mit csinált, megerősítette magát az úrban. És ahogy látta a nép, a vezérkar, a katonák, hogy, hogy Dávid nem, hogyan megerősítette magát az úrban, rögtön tudták őt követni. Itt ebben a lényeg az, hogy megerősít magadat az úrban. És ezért próbált ki azt a, azt a fajta imádkozást, hogy amikor úgy imádkozol, drága mennyi atyám, én most az Úr Jézusnak a nevében jövök eléd, és én hálás vagyok neked azért, hogy van egy édesapám a mennyben. Uram, köszönöm neked, uram, hogy nem csak egy Isten vagy, hanem egy é édesapa vagy. És én nekem, én egy, egy, fiúságban vagyok benne. Atyám, én köszönöm neked, Uram, hogy nem csak egyedül vagyok, hanem mi atyánk vagy. Figyeljetek rám, mert most gyakoroljuk, gyakorlatokat mondok. Az a helyzet, hogy muszáj így imádkoznod, hogy az igét kibontod, kiprédikálod, mert érezni fogod, hogy a szellemi légkör körülötted tágulni fog, és változni fog. Ha csak mondod ezeket a tényeket, és csak mondod, akkor nem fog semmi változni. Ha viszont elkezdesz imádkozni így, hogy megvallásokkal fűszerezve, amit tehát Isten mond, tehát a megvallás azt mond, hogy Isten együtt beszélek, akkor fogod érezni, hogy a légkör megváltozik. Jó, erről most ennyit. Nyelveken imádkozás a másik, tehát a mennyei beszédről beszélünk, ennek a másik része a mennyei beszédnek a nyelveken imádkozás. A nyelveken imádkozás, aki nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem az Istennek, mert senki sem érti, hanem szellemben beszél titkos dolgokat. Aki pedig profétál, az embereknek beszél épülésre, intésre és vígasztalásra. Aki nyelveken szól, magát építi. De aki profétál, a gyülekezetet építi. Szeretném ugyan, ha mindjárt szólnátok nyelveket, csak hirtelen belém ugrott, hogy ha valaki angolul tud, egyébként az szintén tudja önmagát építeni, és én is szeretném, ha mindjárt szólnátok valami idegen nyelveken, de ez most nem volt jó. Szóval, itt a lényeg a nyelveken szólásról van szó, és az 1 Korintus 14-18 azt mondja, hogy hálát adok az én Istenemnek, hogy mindnyájatoknál inkább tudok nyelveken szólni. Ugye ez is az ima nyelvezethez tartozik, a nyelveken szólás. Hát hol tartunk a beszédnél? Beszéden belül a mennyei beszéd, azon belül pedig a nyelveken szólásnál. Oké, okay. két dolgot szeretnék hozzátenni ehhez a topikhoz, vagy hármat vagy meglátjuk, hogy mennyit. Az egyik, hogy amikor nyelveken szólsz, ö, ö, akkor lehetőség szerint ne botránkoztasd meg a világiakat. Tehát amikor evangelizálás közben egy ismeretlen világi embernek azt mondta, hogy sikára lábá, a John the city flies, akkor lehet, hogy megrémül is elszalad. Ö, tehát nem biztos, hogy építő. Ö, mindig annak a szempontnak kell a nyelveken szórásban lenni, hogy előre viszi a dolgokat, vagy sem. Én dolgoztam már világival úgy, hogy imádkoztam nyelveken is, mert megkérdeztem tőle, hogy lehet-e, és annyira kíváncsi volt, hogy azt mondta, hogy lehet, csak honnantól kezdve, akkor azért toltam egyet, de alapvetően a nyelveken szólás nem a világiak felé, és nem a világi környezetben kell hallhatóan és megbotránkoztatóan tenni, kivéve, még egyszer hangsúlyozom, ha pünkösd van. Ha pünkösd van, ha a Szent Szelem úgy kiárad, ha úgy kiárad a Szent Szelem, hogy nem tudod visszatartani, az teljesen másik dolog, de ezt az ember pontosan jól tudja. Uh, általában prédikálás közben ugye nem is szoktam én sem nyelveken szólni, csak ha mondjuk zárt alkalom van, vagy nem kerül rögzítésre, mert jó egyébként a nyelveken szólás, <kül> uh, de mondjuk uh, nekem is már szaladt ki a számból. A lényeg az tehát, hogy újjak, itt mindenki hitben van, ugye, aki ebben a teremben most van. Testvérek vagyunk, ámen. Tehát itt most lehet nyelveken szólni, Halleluja! Akkor a másik topik, amit szerettem volna ehhez mondani a nyelveken szólás, tehát a mennyei beszéddel kapcsolatban, hogy a vallásosság az kifejezetten szereti a nyelveken szólást letompítani és elhagyatni a hívőkkel. Nézzétek meg, hogy amikor hívők lettetek, akkor nagyon frissek voltatok a gyülekezetbe járással, nagyon frissek voltatok a nyelveken szólással, az igeolvasással. Ebből mi az, ami rögtön lekopik szép lassan? legutolsó egyébként a gyűli bejárás, de amit, e, amit, szinte a leginkább elmaradozik, az a nyelveken szólás. Az legelső, ami szinte úgy kikopik szépen, meg az ige olvasásról kinek kinek hol, de ez itt ebben az első háromban mindig benne van a nyelveken szólás, elmaradozik, aztán pedig elmarad. Akkor aztán ugye megjelennek a hangok a gyülekezetben, hogy jó, hát nem kell úgy nyelveken szólni, meg, meg csak otthon van, meg otthon kell ezt működtetni. De ennek van egy oka, hogy miért hagyja, hagyatja el veled az ördög, hogy változtatja a szellemi klímát. Nincs annál erősebb dolog a megvallás után, mint a nyelveken imádkozás. A nyelveken imádkozás megváltoztatja a szellemi klímát körülötted, először mindig benned, és aztán szépen körülötted. Jó, ezt mindig egyez meg, hogy mindenfajta szellemi mozgásra ez, ez a sorrendiség van meg, hogy először benned hoz változást, és amikor te már telítődsz, akkor tud kívül is hatni. Oké? Okay? Amen? Oké. Okay. Na most, miért tudja megváltoztatni a hittel szólt nyelveken szólás egyébként a klímát? Na, miért tudja? Előbb olvastuk fel az igét. Mert? Mert Isten beszél, Isten imádkozik általad, így van. Tehát ha Isten imádkozik, hát szerinted van-e erő, amin ennek ellen tud állni? Nem. Sokkal egyszerűbb, ha nyelveken imádkozol. E, nagyon gyakran van az, például e, Isten tisztelten szolgált közben érzed, vagy lehet érezni, hogy beakad valami. Betonfal van, fogalmunk, hogy nincsen. Addig csapat, jó, mindenki jó, de mégis van egy betonfal. Akkor ilyenkor az ember mit csinál, elkezdünk nyelveken imádkozni, mert ha nincs kielentés arra, hogy mi, a, mi az ellenállásnak a gátja, akkor nyelveken imádkozunk, mert a bennünk lakozó szent szellemmel együttműködő, szent, lelkü, ö, szent szellemmel együttműködő. Szellemed, amikor imádkozik, akkor hidd el, hogy a legpontosabb imádságot ő fogja mondani. Oké? Okay? És ezt jegyezd meg, mert nem verte az ördögnek a stratégiája, hogy a nyelveken szólást botránykővé tette az egyházban. Jó, megcsinálták a karizmatikusok, mindent megtettünk, hogy ez az legyen, ez az egyik része a dolognak, viszont a másik része, hogy az ördög nem akarja, hogy nyelveken szóljál, és nem akarja, hogy fejlődj a nyelveken szólásba. Tesók, fejlődjetek a nyelveken szólásba. Egyre, egyre fontos, fontosabbá fog válni, hogy szellemben te föl legyél pumpálva. A szellemnek a felpumpálása, a testi, szellem, a szellemednek a megerősítésére azt mondja az ige, hogy ez a legjobb módszer, hogy nyelveken szólsz. Szerinted kinek az érdek, hogy a te szellemed ne legyen erős? Hogy kinek, kinek az érdek, hogy a belső embered ne legyen erős? Lehetsz te bármilyen okos, akkor a teológiát lehet, hogy ihaj. Ha te szellemileg csoffat, kis leresztett, mi ez ilyen léggömb vagy, akkor nem fogsz tudni mire menni szellem. Ellenben. És nagyon sok, én, nagyon, és én ismerek jó pár olyan teológust, vagy nagy tudású igében, teológiában jártas, messze előttünk jártas embert, akinek nincs meg, vagy nem használja, most nem tudom, de ezt, ezt nem használja. És tényleg nincsen szellemi ereje. Nincsen. Neked több van, mint neki. De ezt ő is tudja. Ezért, amikor imádság van például, akkor ezt egy pásztortól tudom, akkor ő bizony szokott hívni karizmatikus barátaikat, és ők szoktak érte imádkozni. Jóba vannak, tehát nincs ezzel semmi gond. Miért? Mert a nyelveken szólás az téged épít. Nem vettem mondja az ige, azt, hogy szeretném, ha minnyáján szólnátok nyelveken. És nem vettem mondja azt pálaposton keresztül az ige, hogy hálát adok az Istenemnek, hogy én mindenkinél jobban beszélek nyelveken. Tehát ebben lehet fejlődni. Amen. She really is is in the flame. Amikor én elkezdtem nyelveken szólni, akkor, akkor kattogtam, például, ilyen, nem, nem is emlékszem, hogy mi volt ilyen, ratatatata, valami ilyesmi volt, valami, nem tudom, de egy szótagos valami ment, és az annyira idegesítette az anyámat, nem tudom, neki nem tetszett. De aztán már nekem se tetszett a többiek olyan szépen beszéltek nyelveken. Sindori, Lissin, de mondtak mindenféle, én meg csak itt tatatatata. Ta, 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 ta. És aztán annyira, annyira úgy bennem volt, én kértem, hogy uram, nem lehet ezt lecserélni valami másikra is. Képzeljétek el, hogy másnapi máshogy szóltam már nyelveken. Úgyhogy legalább egy idegen nyelvet tudok. De a lényeg, hogy a lényeg, hogy ebben is van változás. Sokkal gazdagabban beszélek már nyelveken, mint akár három évvel ezelőtt, és ebben érdemes növekedni. Mi van még a nyelveken szólásban? Hmm. Van, uh, gyakorlatról beszélünk, ugye, motyogni nem érdemes. Uh, ahogy beszélni sem érdemes motyogva. Jaj, figyelj most, én azt szeretném kérni tőled, hogy... Puh, meg kedves ördög, menj el tőlem. Ez így nem fog működni. Tehát ennek semmilyen hatása nincsen. Ugyanez igaz a nyelveken szólásra is. Ha motyogsz, az nem igazán épít téged. A nyelveken szólásunk szintén egy beszéd. A beszédben mikor van az erő mögötted, ha mikor, van, mikor van hatása pontosabban, ha erő van mögötte. Hogyan kell tehát nyelveken szólni? Erővel. Hogyan tudsz erővel mikrofon nélkül beszélni? hangosan nem kell mindig orzibálni most megkönnyebbültek emberek de ahhoz, hogy te megtanulj erővel használni a hangodat, ahhoz először egyébként hangosan kell megtanulni nyelveken szólni, hogy si az the, the carol is Pörgesd az erbetűidet. Pörgesd az elbetűidet. Tedd oda, az, a, tedd oda, tényleg, amit tudsz, ami jön belőle, tedd oda. Ennek lehet érezni, hogy ennek hogy alapvetően nem lesz hatása. Ö, Tedd oda magadat erőben, és amikor azt szoktam ima csoportban is csinálni, hogy akkor most nyelveken szóljunk egy pár percig, akkor ott azt mi toljuk rendesen, és ennek van egy, még egy nagyon erőteljes dolga, hogy ö, egy erőszakoskodóval sem beszél szépen szeriden. Jaj, tessék mellengedni a táskámat, hát megyek éppen templomba, tessék mellengedni. Nem. Rászólsz erőteljesen, oda mondasz, rendőrt kiáltasz, oda valakit, nem? Hát ordibász. Hát az emberi nyelvben ez pontosan ki van fejezve, kiáltsa az úrak. Kiáltsál. Kiáltsatok. Amikor nézzetek meg egy gyűlis alkalmat, amikor dicsőítés van, vagy csak ige hirdetés, és így, így eresztődik le a lufi, és mindenki már így van, és akkor azt mondja a prédikátor, vagy a dicsvezető, hogy és akkor most kiáltsunk az úrhoz. Halleluja! És akkor elhangzik ez. Jó, és akkor elkezdik a dicsőzet, és azt mondja, hogy jó tesók, mi lenne, ha kiáltanánk az úrhoz, nem csak mondanánk, hogy halleluja. Halleluja! Nem? Igen. Gondoljatok a Fradi győzelmére. Halleluja! És akkor rögtön valahogy megy. És ez azért fontos, mert ha a világban ezt tudjátok csinálni, tehát világban tudtátok ezt csinálni, akkor vajon itt miért nem tudjátok csinálni? Nagyon egyszerű. A vallásosság és ezek meg akarják folytani. Mert ha egy, azt mondja az ige, hogy az Istenét, az Istenét ismerő nép felbátorodik. Figyelj ide, hogyha egy nép, egy, egy gyülekezet elkezd bátran kiáltani Istenhez, nem csak két ember, hanem 50-100 a gyülekezet, annak megrendítő ereje van. Annak egész egyszerűen megrendítő ereje van. Ám nem? Érzitek, hogy változik a klíma? Ez egy nagyon érdekes küzdelem egyébként, mert azt hiszik sokan, hogy ez pszichológia, de nem, ennek szellemi valósága van, tudnék, egy tusakodán zajlik gyülekezetben, egyéni ima életben, csoportos imában, mindig egy tusakodás képzelj el, hogy tusakodsz a sötétségnek az erőivel. Most vagy hagynak téged szabadon imádkozni, vagy hagynak téged szabadon dicsérni, vagy hagynak téged szabadon evangézálni, vagy, tehát, vagy hagynak téged szabadon, vagy ö, le fognak téged nyomni. Egy idő után lenyomásba nem fogsz tudni szelleméletet élni, ezért ott fogod hagyni a szelleméletet. És akkor inkább tévét nézel, inkább megcsinálod emberi módon, csak, csak ez a nyomás ne legyen. Muszáj megtanulni, hogy ellen kell nyomni. És ha ellen nyomsz, meg fogod tapasztalni a győzelmet. És amikor megtapasztalod a győzelmet, annál jobb nincsen. Mert akkor rájössz, hogy igenis le lehet győzni. Akkor tényleg le lehet győzni. És ezért mondtam most az Isten tisztelt, nem tudom melyik pontján. Én, én, éreztem azt, hogy egy betonfal van. Nem itt volt a betonfal, nem tudom hol a betonfal, de hogy betonfal volt, azt én éreztem. Mentem oda a többiekhez, ti érzitek az igen, érezzük. És akkor azt mondtam, hogy figyelj, akkor most ennek ellene kell menni. Most vagy csinálunk egy vallásos vasárnap délutánt, hogy lement a négy szám, és akkor vagy megtanuljuk azt mondani, hogy mit keres itt az ördög. Miért? Miért? Akkor nem, akkor megállunk, akkor letoljuk magunkról. Van, van ebben még tér. Úgyhogy harci helyzetekben sem a hadsereget tudod, nem úgy kiállt, nem, nem azt mondják, hogy szabadság előre, hanem teli torokból, most nem fogok beleordibálni a mikrofonba, szabadság és előre. Ha nyelveken szólsz, és megtanulsz hogy nyelveken szólni, és a szín, the pride a szóndi nem 5 percig, Mondjuk fél óráig, egy óráig, akkor lesz egy következő pontja a dolognak, például prédikációt tudsz blattolni a mennyből. Egyszer leveszel egy prédikációt, kijelentéseket veszel le, új énekeket veszel le. Nekem a legtöbb új énekem egyébként úgy jött, hogy én nyelveken szóltam, aztán nyelveken énekeltem, aztán szépen le is vettem új dalokat simán. Ö, ö, aztán prédikációk tömkelege úgy érkezett le, hogy nyelveken imádkozom egy fél órát, egy órát, és egyszerűen csak jön egy kijelentést, elkezdem, és onnan már elkezdek és gyakorlatilag onnantól kezdve csak le kell írnom azt, amit a vázlatot a mennyből le is küldték. Mi az, amit még lehet megoldásokat? Ha nyelveken imádkozol, sindor, eltedik fél óra, egy óra, nem gondolsz a problémádra, és ezt te csak jön egy megoldás a problémádra. Mert meg tud érkezni a problémádra az Istentől a válasz. Tehát csak mondom, hogy a nyelveken imádkozásnak, mint mennyei beszédnek, egy nagyon fontos funkciója van. Oké. Okay. A nyelveken szólás nekem mindezekre összetéve leginkább a megvallásra rímel rá. A nyelveken szólás is szerintem tudnilik megvallás az az érzésem van, hát nem tudom, de az az érzésem van, hogy azért hasonlít a kettő ennyire együtt, mert amikor megvallásokat teszel és megvallással imádkozol, akkor is változik a klíma, és akkor is változik a légkör, és amikor nyelveken imádkozol, akkor is változik a klíma, és akkor is változik a légkör, és szerintem a kettő egyébként azonos okból változik, mert végül is a nyelveken szólsz, akkor Isten beszédét szólod, amikor megvallásokat teszel, akkor is Isten szólod, tehát valószínűleg emiatt ö, ö, rímel egymásra ez a kettő. Abban a pillanatban, hogy abba hagyod a prédikált igének a hallgatását. Abban a pillanatban, hogy abba hagyod az imádkozást. Abban a pillanatban, hogy abba hagyod a, a az Isten igével való közös tevékenységet, és kilépsz az ajtól, abban a pillanatban elkezdesz lefelé csúszni. Ez törvényszerű, tehát ez nem bűn, ez egész egyszerűen azért van, mert a Földön élünk, és van egy szellemi gravitáció. Tehát ez még önmagában nem probléma. Úgy kell elképzelni, hogy amikor fel vagy töltekezve szent szellemmel, ha már lufit hoztam hasonlatnak, akkor egy nagy felfújt hólyaggá válunk, de most jó értelemben. Képzelj el bennünket egy nagy lufinak, és ez a nagy lufit, ez könnyebben pattogtatni lehet, ugye? De hogyha, és akkor elég egy picik is felpattint egy ima, elég egy dicséretnek a hallgatás, és akkor azért, hogy ellebegsz a levegőben. De ahogy ereszt lefelé ez a lufi, úgy, hát, úgy egyre jobban eresztődik le, majd végül leérkezik a földre, és nagyot koppanva elhallgat. Nagyon sokan, amikor hogyan lehet megőrizni ezt a felfújt állapotot, úgy lehet megőrizni, hogy a mennyei nyelvet beszéled, és a mennyei légkört valahogy megőrzöd magadon és magadban minél tovább. Kilépsz az ajtón, mi történik? Mész hazafelé, egy rossz beszólás anyunak, egy rossz beszólás a szomszédnak, egy rossz beszólás... Már így, így lejjebb ment. Akkor kicsit ideges, hogy megnézel egy filmet. Akkor öt fokkal még lejjebb ment. Egyszerűen a mennyei valóságból így szépen az ember kicsordogál, és minden hétfő reggel van, már tényleg más szinten vagy. Hétfő reggel meg ilyen leeresztett állapotba nehéz győztes keresztény életet élni. Tehát nem az Isten tehet arról, hogy, hogy átszenvergünk, átszorgunk igazából a következő hétvégéig, hanem az a helyzet, hogy el kell dönteni, hogy használom-e a mennyei fegyvereket, vagy nem használom a mennyei fegyvereket. Oké? Okay. Amen? Ámen. Volt, aki megtapasztalta azt, hogy mi az, amikor tényleg be van töltve szent szellemmel? Oké, okay. akkor pontosan emlékszel arra, hogy hogy mit tudom én, hallgatsz prédikált igét, meg a dicsőítés, tehát nap, a betöltés azt úgy értem, hogy már napok óta be vagy töltve. Tehát ez fontos, hogy nem egy dics alatt, hogy betöltöttél, hanem úgy napok óta már úgy, úgy ebben a fróban vagy. Észreveszed, hogy igazából nincs is égséged egyébként másra. Nincs ésséged filmekre. Nincs ésséged egyébként, valamikor fizikális kajára sincs egyébként ésséged. Milyen érdekes, hogy amikor Mózes fenn volt a hegyen, ugye 40 napig, akkor ő nem szomjazott, meg nem éhezett. Hát ott volt benne az Isten dicsőségébe. Én nem hiszem, hogy horgott a gyomra, és nem mert megszólalni, és már így tudod, hogy fogta a hasát, meg bőfögött nagyokat, hanem az Istennek a dicsőséges jelenlétében, vagy Jézus is azt mondta, emlékszel, hogy van nékem eledelem, amiről ti nem tudtok. Mi az? Hát cselekszem az atyámnak az akaratát. És ez valóságosan meg tudja elégíteni egyébként az embert. Én is voltam úgy, hogy nagyon gyakran előfordul, hogy egy szolgálatban, amikor tényleg egy szolgálatban benne van Isten, szolgálsz valaki felé, vagy, és megyünk haza, és éjjel kettő van, és se nem vagyok fáradt, se nem vagyok éhes, mert be vagyok töltve szent szellemmel. Na ez a szuper állapot. És ilyenkor kell nagyon vigyázni. Én a legtöbb bukásomat egyébként én ilyenkor csinálom, vagy csináltam, mert ha megtértem, akkor onnantól kezdve ugye nulla pont van megint, ameddig legközelebb. De az a lényeg, hogy amikor ebben az állapotban vagyok, akkor ugye nagyon könnyű minden, nagyon könnyű egyébként ezt el is ereszteni. De most ez egy másik téma. Na. Ima nyelvre visszatérve jó, tehát az imáról beszélünk most gyakorlati szinten. Meg vagyunk? Az egyik, beszéltünk tehát a megvallásról, meg a nyelveken szólásról, most pedig arról beszélünk, hogy a, hogyan tudjuk hatékonyan az ima nyelvét használni. Az egyik legáltalánosabb tévedés, vagy inkább hiányos dolog, hogy az imát, a legtöbb ember az úgy gondolja, hogy még a világiak is, hogy az ima nem más, mint a kéréseinknek, az Isten elé való juttatásának a módja. Na most, ha az ima ez lenne, hogy a kéréseinek az Isten elé való juttatásának a módja lenne, akkor elég lenne egy postaláda is, föliratta, hogy Jézus, ott lenne a másik postaláda, hogy Mikulás, és így tovább. Tehát ö, ö, Akkor elég lenne ez, de az ima az nem ez. Nem csak ez pontosabban. Az ima tudni és ezt egyez meg, egy Isten által felhatalmazott csatorna. Tehát ezt a csatornát, az ima csatornát, az ima nyelvet, azt Isten készítette, Isten hatalmazta fel, Isten kerítette el. Egy Isten által felhatalmazott csatorna a beszédednek az Isten által felhatalmazott része, tehát nem majd Isten fölkeni abban a pillanatban, amikor te egy hívő ember imára nyitja meg a száját, és Isten szerint imára, az megy fölfelé a mennybe, és semmi nem tudja megállítani, max akadályoztatni a választ, de az ima az megy föl a trónterembe. De a lényeg, hogy oda-vissza a való közlekedés biztosít menny és föld között. Isten tudni, hogy ígéretet tett, hogy az imáinkat meghallgatja. Amen. Nem arra tett ígéretet, hogy meg, is válasz, hogy meg is cselekszik mindegyiket, amiket kérünk. Meghallgatja az imáinkat, és megválaszolja. És a megválaszolás az nem azt jelenti, hogy meg is csinálja azt, amit én kértem. Mert válasz lehet egyébként az is, ha nem teszi meg, amit kértem. Jó, tehát az ígéret az az, hogy megválaszolja az Isten az imáinkat, nem pedig az, hogy minden kérésünket teljesíti zárója bezárva. Az ima egy másik megközelítésből, és ezért jó beszédként figyelni rá, hogy mire való az ima. Az ima nem más, mint Isten kezének, erejének a megmozdítása. Na de milyen irányba mozduljon az a kéz? Legyen esős péntek délután, vagy ne legyen esős péntek délután, mert mások irándulni mennek. Egyik csapat azért imádkozik, uram, küld kül már az esőt, mert asszályos a föld. A másik csapat, uram, ne esőt, mert most megyünk kirándulni, vagy nyaralni, stb. Melyiket hallgassa meg az Isten? Mind a kettőt mondott te. Halleluja. Nyerjen a Ferencváros, vagy nyerjen az Újpest. Ugye két tábor szokott egyszerre imádkozni. Uram, add meg ezt a gólt. <kül> Nem, és ez azért fontos, hogy értelemszerűen, nem az fog megtörtenni, hogy valamelyik mellett nagyobb szurkulással bír az Isten, hanem azok fognak megtörténni, amik Isten akaratával egybevágnak. Hangsúlyozom, odébb mentem már a futball analógiától, jó? Tehát ne azt kutassuk, hogy Istennek mi az akarata, hogy Ferencváros vagy Újpest, hanem az imához visszatérve. Ö, ö, az fog megtörténni tehát, ami egybevág Isten akaratával. Ez miért fontos? Mert azt az imát fogja meghallgatni Isten, amit egyébként ő teljesíteni akar. Most egy kicsit lehet, hogy úgy érzed, hogy ez most kitolás, de mindjárt látni fogsz, hogy ez nem az. Máté 6.9 ezt mondja. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te királyságod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön. Amit a lényeg, hogy ahogyan a mennyben van az akaratod, az legyen meg itt a földön. Ez az ima, amit tanított Jézus, amikor megkérték, hogy tanítsál bennünket imádkozni. Az alapelv tudnék itt van, a legelső dolog ahhoz, hogy te hatékonyan imádkozz, az az, hogy meg tudd, vagy tud, hogy mi az Istennek az akarata a mennyben. Ennél biztosabb nincsen. Ha azt tudod, hogy egy adott szituációban mi az Istennek az akarata, akkor hátadőhetsz, akkor már csak imádkozni kell hálaadással, mert pontosan tudhatod, hogy meg fog történni. Jó, tehát a leghatékonyabb ima Azaz, ha tudod azt, hogy ö, ö, mi Istennek az akarata. Istennek akarata, hogy éhen haj? Nem. Nem, tehát az ellentétét pontosan tudod. Istennek teljesen biztos, hogy az az akarata, hogy ne haj éhen. Istennek akarata, hogy neked ne legyen ruhád? le van írva az igéből, nem akarata, hogy ne legyen, hogy ruház, ő, 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 erről is biztosít. Tehát nagyon sok mindenről le van írva az igéből, mert tudhatod, hogy mi az Istennek az akarata. Tehát például, ha azok, azokért imádkozol háladással, azokról beszélsz Istennek ö, bizalommal, akkor tudhatod egyébként, hogy ezek meg lesznek neked. Ezért mondja az igé egyébként azt, hogy ezeket a kéréseket tárjátok fel háladással. Eleve nyugodtan tudhatod azt, hogy ez meg lesz. Már, már most adhatsz érte hálát. Tehát, <kül> Az írott igéből tehát lehet tudni, hogy hogy mi az, amit Isten mindenképpen akar tenni. Akkor tudhatod még az írott igéből úgy, hogy a Szent Szellem felkeni, egy rémát kapsz. Kapsz egy rémát Istentől, akkor azért is lehet imádkozni háladással, mert Isten kijelentette a szívedben. A hatékony imádság következő második alapja, hogy higgy és, el, és elengedettségben legyél benne. Márk 11.22. Jézus felelvén ezt mondta nekik, legyen hitetek Istenben. Mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja, hogy ennek a hegynek hely fel is ugolja tengerbe, szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond megtörténik, meg lesz neki, amit mondott. Azért mondom nektek, tehát, amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt már megnyertétek és meg lesz nektek. Itt megint az, hogy hidd, az, hogy már megvan. És amikor imádkozom megálltok, bocsássatok meg, hogy valaki ellen valami panaszotok ne legyen, hogy a ti mennyei atyátok is megbocsássa nektek a ti védkeiteket. Két dolgot említettem tehát itt, az egyik tehát az, hogy legyen hited. Méghozzá egy isteni, egy ábrahámi hit. Hit nélkül nem lehet imádkozni. Hiszen hinnet kell, egy, hogy aki fordulsz, az meghallgatja az imádságodat, hogy ő Isten. Kettő, hinnet kell, hogy mivel jogszerű, amit kérek, ezért tudhatom, hogy meg lesz. Tehát kell mögé ez a fajta hit. A másik pedig, hogy nem lehetsz megbocsátatlanságban. Teljesen fölöslegesen ostromlod az, a, a, az eget ima kérésekkel, ha benne a szívedben tudott, megbocsátatlanság van. Ez van, bocsáss meg. Utána lehet imádkozni tudni. Harmadik pont a hatékony imádsághoz, hogy valamikor nem tudjuk, hogy mi az Istennek az akarata. Viszont valamikor imádságban fogod megtudni. Tehát imádságban keresgélem, hogy mi igazából Istennek az akarata ez a keresgérés, ez az időtöltés, ez a tusakodás, nem igazán tudom, hogy mi legyen, és akkor elkezdesz Istenhez beszélni, imádkozol, megvallásokat is teszel, de mivel nem igazán tudod, hogy mi lesz az adott ügyben, lesz-e, nem lesz-e, hogy lesz -e, ez, mikor lesz meg, egyáltalán kell -e, vagy nem kell -e, tehát nem tudsz igazából semmit, hát ez a legborzasztóbb egyébként, ez a tusakodás, én ezt nem szeretem, ez Isten nem zavarja egyébként, időről időre bevezet bennünket ilyen témában, hogy tusakodjunk, de ez a tusakodás, ez pont arra való, hogy te rágyere arra, hogy, hogy mi Istennek az akarata. És ez hogy fogod tudni megtenni, hogy a tusakodás révén egy idő után feladod a saját elképzelésedet, és végre félreteszed. Amikor eljön az a pont egy, egy ilyen tusakodós simában, ez lehet több év, vagy több nap, tehát több óra, vagy több perc, mindenki vegye el, de amikor végre tényleg ott az a pont, hogy de egyébként már nem érdekel, uram. És most már nincs is prekoncepcióm. Tényleg, mi is, mit is szeretnél? Amikor ez vegy tisztán megérkezik, akkor meg fogod hallani. Tehát valamikor pont az gátolja azt, hogy tud, hogy miért imádkozzál hatékonyan, hogy neked van egy elképzelésed, hogy piri, neked van egy elképzelésed, hogy az a munkahely, neked van egy elképzelésed, hogy az lenne jó, ha az lenne, és Isten meg nem tud addig, nem tudja elmondani neked, hogy mit imádkozzál, mert neked ott van az elképzelésed. És amíg leteszed ezt az elképzelést, az marha nehéz. Tehát az egész egyszerűen megindokoljuk, ideologizáljuk, de ez így lenne jó, meg, meg is van egyébként írva. Szóval abszurd meg tudjuk ezt a dolgot csinálni, meg tudjuk nehezíteni. Tehát ez a, ez a másik része, tehát, hogy tudd meg, hogy mi az Istennek az akarata. Rövid, negyedik pont. Rövid vagy hosszú egy ima? Egy jó ima, rövid vagy hosszú ima? Tessék? Tessék? Döntsük el. Akkor, ki az, aki a rövidre szavaz? Rövid, oké, okay. hosszú. Attól függ, mennyi zsidó ebbe a terembe, tényleg. Jó. Tehát... Tudod, ilyenkor, na, ilyenkor van az, amikor világiakkal teszel fel egyszerű kérdést, azok válaszolnak, de amikor gyülekezetbe teszed föl, akkor már nem gyanakszik mindenki, hogy mi lehet a becsapós része a dolognak, milyen. Nem? Melyik a jó fiú, hogy születik vele? Teljesen mindegy, csak fiú és egészséges, nem? <tos> <tos> Teljesen mindegy, csak lány legyen és egészséges, ez a másik válasz. Én mind a kettő vagyok, úgyhogy én mind a kettőt mondom. Oké. Okay. Halleluja! Köszöntjük az új lányos apukát a teremben, dicsőség az úrnak! Te is megéled, hogy téged tapsolnak meg. Ez minden apukával így van, hogy mi bejövünk az esemény után, mindenki gratulál, nekünk megtapsolnak bennünket. Mire a feleség bejön pár hónappal később a gyerekkel, akkor ja, szia, szia, rég láttunk, is, akkor úgy. Halleluja! De hát kemény munka volt ez, tudom. Halleluja. Oké, okay. um, jó. Én azt gondolom, hogy egyébként, ugye Jézus azt mondta, hogy ne legyetek bőbeszédűek, De ez nem azt jelenti, hogy a hosszú ima az feltétlenül De Valamikor Úr Jézus segíts, az pont elég ima az egy jó, rövid, stabil, teológia szerintem teljesen megfelelő hiba abban nincsen, főleg ha valami zuhan, neked feléd jön, vagy valami, ott az ember rögtön ösztösen tudja, hogy Úr Jézus segíts, és ez működik, mert aki segítségül hívja az Úr nevét, az megmenekül. De van, amikor, és vannak olyan inkább imák, amikor mondja a tesó, mondja, eltelt két perc, öt perc, tíz perc, már így vagy, és még csak kettő Mózes 25, és tudod, hogy nagyon a végé lesz a kérdés. Na, az meg nem jó ima. Úgyhogy az a helyzet, hogy a rövid, hatékony ima az a jó ima, de ez lehet hosszú is, ha hatékony. Ha, mert valakinek lehet, hogy már olyan a kapcsolatod Istennel, hogy már annyi mindent tud mondani Istennek, élő, élő módon, élő szívvel, megvallásokkal, hogy az nem hosszúra nyújtott ima, hanem, hanem gazda módú ima. Oké? Okay? Nem véletlenül mondtam, hogy, hogy, egy beszéd az ima, tehát az ima az egy beszéd. A lényeg, hogy őszinte legyen. Máté 26.40-ben visszament a tanítványaihoz Jézus, avatálta őket, és ezt mondta Péternek. Hát ennyire nem tudtok vigyázni velem még egy órát sem. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne esetek, jól lehet a lélek kéz, de a test erőtlen. Jól lehet a szellem kéz, de a test erőtlen. Na most itt nem magáról az ima a hosszáról van szó, hanem egy ima alkalomnak a hosszáról. Én nem mondom, hogy törvény, tehát ezt nem mondanám törvénynek, de mégiscsak egy iránymutatónak mondanám, hogy Jézus azt mondta a tanítványainak egy válságos helyzetben, hogy egy órát sem bírtatok ki. Tehát valahol azt gondolom, hogy egy ima alkalomnak a, a mennyei látása alapja, hogy egy olyan minimum egy óra. De ez csak egy ilyen vélemény. Mondom, nem csinálnék ebből törvényt. A fél órás alkalom is nagyon jó, és nagyon áldott tud lenni, a perces is. Inkább azt mondanám, hogy valahol azt gondolom, hogy egy egy órát imádkozni egy tanítványnak, hogy, ö, ö, hogy imádságban eltöltsön időt az úrral, itt ebből azért most nagyon óvatosan akarok fogalmazni, de nekem úgy tűnik, hogy azért ez valahol egy idő után, egy szint után úgy elvárható, és akkor most nagyon korrekt voltam, senkit nem bántottam meg, jó? És nem helyeztem senkre sem terheket. Öm. És senki sem úgy kezdi, hogy egy óráig gazdagon imádkozik, mert tényleg lehet, hogy úgy kezdett, hogy óram segíts, és jöjjön már a busz, mert elkések, és ez egy nagyon jó ima, és meghallgatja Isten, de hogy fejlődsz az úrral, és egyre inkább tanítványá válsz, egyre inkább gazdagodik a kifejezésed módon, és hittel, őszintén tudsz hosszabban is imádkozni, hosszabb időt eltölteni pontosabban az imában az úrral. Ez egy nyelv, amit meg lehet tanulni. Ötödik pont egy hatékony imádsághoz, az a zima egység. Máté 18-19. Ismét mondom nektek, ha ketten közületek egy akarató lesznek a Földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nekik az én mennyi atyám, mert ahol ketten vagy hárman egybe gyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. A, az egy akaraton a görög azt mondja, hogy ami azt jelenti, hogy összhangban van, összeillenek, egyetértenek, azonos véleményen, megállapodnak és azonos véleményen vannak. Itt tehát két dolgot mond egy imáról, hogy ahol ketten vagy hárman egy gyakorlaton vannak, szünfóniában vannak, a másik pedig az, hogy, hogy egybe gyűlnek az én nevemben. Kezdem a második részen, az egybe gyűlnek, itt nem azt jelenti feltétlenül, hogy egy helyen vannak, hanem azt jelenti, a görög azt mondja, hogy egybevezettetnek. Tehát van egy mennyei akarat is, hogy az a két vagy három ember összetalálkozott és imádkozott, ott azt mondja az ige, hogy ott lesz egy plusz felhatalmazás arra, hogy ahogy ők imádkoznak. Tehát például, amikor te egy ima alkalmat csinálsz, megbeszélt két-három emberrel, vagy egyel, kettővel, öttel, tízzel, érted, akkor, és az az úrtól való volt, az úrnak a, a, az, az, ötlete volt, hogy akkor te csinálj egy ilyen imát, akkor érezni fogod, hogy nem csak úgy összejöttünk, és találkoztunk, és akkor, akkor most akkor nem tudjuk mivel ütni az időt, akkor imádkozunk, hanem van egy mennyei akarat mögötte, és hogy te meg ők imádkozzatok. A másik, az sokkal fontosabb, vagy érdekesebb, ez az egy akaratú levés. A leggyakrabban a hatékony imát itt látom megbicsaklani, hogy nem tanultak meg az emberek szinfóniába lenni egymással. Mármint, hogy egy összhangba lenni, egyetérteni, megegyezésben lenni. Amikor Andisra elkezdtünk imádkozni, tizen, nem tudom hány éve értem meg, és akkor nekünk az akkori pásztorunk megismertetett egymásra bennünket, mi nem, nem is ismertük azért szerintem nagyon egymást addig, így van is. Egyszer csak megjelent az Andis az irodánkba, a Vili küldte be, és akkor mondta, hogy te azt mondták, hogy akkor mi együtt fogunk imádkozni. Hát mondom, jó, és mi elkezdtünk együtt imádkozni, nem így volt? Jó, akkor mondták nekem, hogy imádkozni kéne, és akkor Andris kérdezte, hogy csatlakozhat-e. A lényeg, hogy nem nagyon voltunk spamban, nem ismertük egymást, de akkor elkezdtünk imádkozni. És minden nap az irodámba reggel összejöttünk 6-tól 7-ig imádkozni rengeteg mindent tanultunk meg az imádságról, rengeteg mindent tanultunk meg a másikról, botrányos dolgokon mentünk keresztül. Csak az egyik példát hagyd mondjam el nektek a szimfónia az egy lefésről, hogy volt olyan, hogy aztán később a Szabó Zsuzsi is csatlakozott hozzánk, de volt olyan, hogy jött a, a, Szabina ugye reggel, és akkor látja, hogy én az egyik szobában, Andis a másik szobában, a harmadik imapartner a konyhában, és hát mindenki ott imádkozott, olyan nagy egység volt éppen közöttünk. És akkor ott értettük meg, hogy ez így nem jó, ez nem, az, nem, nem vagyunk sem egy helyen, sem egy gyakraton. De volt egy nagyon-nagyon fontos, egy jó bizonyságom, hogy mit jelent az, hogy szünfóniában lenni. Akkor Mi volt vállalkozásunk, és tőke injekcióra, tőke injekcióra lett volna a szükség, méghozzá meglehetősen nagyra. A világ összes pénze nem lett volna elég, de úgy gondoltuk, hogy röpke 150 millió azért, azért az, az jó lehet. És és, de hát nagyon kellett volna az a tőkenyekció, és érdekes volt, mert mondom, akkor Andis akkor imádkozzunk, és akkor hát imádkoztunk, de úgy éreztem, hogy ez nem volt olyan erős, és pont akkor olvastam ezt az igét, hogy egy gyakorlaton levés. Akkor kérdeztem az Andástól, hogy te figyelj, most mi ebben egy gyakorlaton vagyunk? Tehát te most hiszel abban, hogy, hogy ennyi pénz a faszon, hogy ő ebben nem hisz. Hát fú, mondom, jó, te hiszel mondjuk százban. Százban sem hisz. 80-ban? 80-ban sem. 50? 50-ben. 30-nál megem? 30 azt mondta, hogy abba igen, abba tudok hinni. de akkor mondom, hogy akkor 30. Na akkor abban tudunk hinni, hogy mondjuk 30 napon belül? Mondta az és hogy szerint az elképzelhető, hogy 30 nap. És mi nagyon pontosan meghatároztuk, hogy akkor 30 napon belül egy 30 milliós tőkenyekciót szeretnénk kérni, és ha már ott voltunk, akkor azt is meghatároztuk, hogy ha lehet, akkor egy 30 év körüli befektető legyen, mint mi vagyunk. Ez azért nagyon fontos, mert itt nem abban voltunk megegyezve, hogy van-e Isten hanem abban voltunk megegyezve, a hitünkben voltunk megegyezve. A hit különböző részeiben voltunk megegyezve. Minden pontjában meg tudtunk egyezni a hitünknek, nem az értelmünkben. Értitek? Úgyhogy lehetett érezni, hogy egységében is voltunk, és csak úgy mondom, hogy 30 napon belül egyébként egy 30 év körüli hasonló jellegű tőkenyekciót hajtott végre. Ez egy fontos lecke a számomra, mert azt mutatja meg, hogy ha te egy gyakorlaton vagy Istennel, tehát Istennel is egy gyakorlaton kell tudnod lenni, vagy valaki, valakivel, akivel imádkozol, akkor megadja nektek a mennyei atyátok, amennyiben te jót kértél. Tehát az benne, benne van ugye a mennyei akaratban. Úgyhogy az összhangzástan miatt kell a közös hitszint. Na most! Itt jön be rögtön a gyakorlat, hogy amikor ilyen kis 3, 5, 8, be gyűlnek, és akkor imádkozunk, akkor ki kell imádkozol együtt nem mindegy, hogy kivel imádkozol együtt. Ez egy nagyon fontos dolog. Nem mindenkivel vagy azonos hitszinten. szinten. Ez a jobbik eset egyébként, hogy én nagyon szeretek például újjászületett kezdő imádkozni, mert ők mindenbe hisznek. Tehát tényleg ők aztán mindenbe hisznek. A legvadabb dolgokat, amikor, amikor nekem voltak, de nehéz kéréseim voltak, most is pár éve ezelőtt, én, én vittem a Szabó Julihoz. Én, tehát én egyszerűen a kezdőknek adom oda ilyenkor az ima kérés, mert ők tudnám, ő teljesítte, rának, aztán imádkoznak érte. Idősebb tapasztalat, esők ilyenkor már teológiak átfuttatják a dolgokat. Meg mindenféle szűrőkön, és kevesebb a végeredmény, amiben meg tudunk egyezni. De aztán még idősebb hívők egyébként pedig már, már tényleg hitben, erősödben tudnak már szinte ők is mindenért imádkozni. De a lényeg, hogy van ez a, ez a tanulási pálya. De ö, nem tudok úgy imádkozni valakivel, ha ő nem hisz. Abban sem tudok közösen imádkozni, ha például én nem hiszek abban, amit ő kér ilyen is van, hogy, hogy valaki jön egy imakéréssel felém, és bennem úgy, ájjaj, áj, és akkor próbálom azt a megfogalmazást megtalálni, hogy hogyan tudjuk úgy megfogalmazni, hogy, az a, hogy azt én el tudjam fogadni hitben, hogy ezért én tudok imádkozni. Mert különben időpazarlás és időfecsérlés. Egy legyőz ezret, ugye azt mondja az ige, kettő legyőz tízezret. Hát, hogy de ez a kettőnek akkor hinnie kell. Ez nem úgy van, hogy egy, egyik hívő a másik pedig csak ott van, és hát hívő meg újjá van születve, de igazából nem hisz, mert ugye szorzó matematikai tanár is van itt közöttünk, ha egy bármilyen számot megszorzok nullával, akkor a végeredmény nulla lesz. Tehát hogyha van egy illető, aki nagyon hisz 50 es egységben, a másik pedig nulla szinten hisz az adott témában, azt összeszorzod, az nulla lesz. De akkor inkább imádkozz egyedül. Amen ezért aztán amikor összejönnek 35-en, 3 négyen, 4-en meg kell tanítani az embereket a csoportos imádkozásra. Ez egy külön műfaj egyébként. Megfigyelhetett például hogy milyen az amikor Isten tiszteltem vagy házi csoporton is, sőt a talán még jobb. hátséken meg lehet figyelni, hogy ahogy változik a személy összetétel vagy éppen amilyen aktuális hit állapotban vannak a tesók, akik jönnek, teljesen más a házi csoportnak, mondjuk a szellemi funkciós része. Teljesen más, amikor egy bizonyos társaság jön létre, ott kevésbé máshogy működik a hit, egy másik összetételben meg egyszerűen beindul az imádat, az imádkozás, aztán ott, meg egy, ott megnyílik az egyik három másodperc alatt. Nem azért, mert Isten kevésbé szereti ezt vagy azt, hanem azért, mert különbözőek vagyunk és különböző szinten vagyunk. Um, Oké. Okay. Um, va van olyan, hogy valakivel illesz össze jól egy, imá, egy, ima, egy, imában, ima, um, ima, párban, vagy ima konstrukcióban. Um, én például a imát kedd délőttönként a Miklóssal kezdtem el annak idején, és összecsiszolódtunk. De mondhatnám az Andrist is, akivel szintén éveken keresztül imádkoztunk együtt, és teljes mértékben összecsiszolódtunk. Mert az ima, az együtt imádkozó valakivel az összecsiszolódás is egyben. Tudni, imádkozni egy idő után intimitást fog előhozni, mert hogy nem tudsz Isten jelenlétében képmutatni. Tehát előbb-utóbb eljön az a pont, amikor megy a szokásos ima alkalmatok, neked éppen egy bűn van a lelkedben, érzed, hogy Isten az Úr, most vagy lenyomasz egy, egy órát így fal,

uram, ne haragudj, én tegnap hazudtam, én ennyire bánom ezt, és ott van a másik, aki ezt hallja, és egész egyszerűen egy olyan jelenlét szakad le ilyenkor hirtelen a Szent Istentől, és ő is elkezdi esetleg a megtérését csinálni, és ketten már egy megtérésben vagytok a Szent Szelem, meg elásztat esővel, aztán eltelt egy óra, nem is kértetek még semmit az úrtól, de egyszerűen csak ott vagytok az Isten jelenlétében. Ennél jobb egyébként kevés van, szerintem nincs is. És a lényeg, ami lényeg, hogy ez a az emberek között, az imádkozásban résztvevő emberek között nyitottságot követel meg. Mert most vagy megosztom előtte magamat Istennel, vagy előtte nem. Nagyon érdekes dolog egyébként, hogy különböző szintekig tudják ezt emberek egyébként megcsinálni egymással. Nem mindig egyébként a házastársod az ima Ez is egy érdekes dolog. Én mindig bátorítok minden házaspárt, hogy imádkozzanak együtt. Ez fontos, tehát ez az alap. De nem mindig ez a gyak, nem tudom, ez, de törvény sem írok erről, de a tapasztalatom az, hogy nem mindig a házastársak a legjobb ö, ö, ima partnerei egymásnak erre lehet gondolkozni, hogy miért. Ez van. Oké, okay. csoportos imádkozás. A csoportos imádkozás nálamkor, és ebben a gyűliben tudom, akkor sokan vagytok különböző. Ö, hát ilyen konstrukcióban ö, bent imában. Ö, az egyik legfontosabb alapelv, hogy ne úgy imádkozz, mint otthon szoktál. Tehát nagyon sokszor elkövetik azt a hibát az emberek, hogy ahogy otthon szokott imádkozni, ő úgy imádkozik a csoportban is. Ennél kevésebb lelohasztó dolog van. Tudnélik, azt mondja az igény szellemi alapelvről beszélünk, hogy a profétai lelkek engednek egymásnak. Tehát amikor te imádkozol valakivel, mondjuk öten hatan, akkor nincs arra idő, egyszerűen nincs arra energia sem, hogy azt, ahogy te Zsolt otthon imádkozik, és úgy ott van az úrral, és akkor nyomja, és akkor tolja, vagy gipszakab, azt a másik hat még végig mert akkor minek jöttek el? Tehát akkor statisztának jöttek el. A szimfónia, egység. Istent két ember között már az egység jobban érdekli, mint az egyéniségük. Ez egy nagyon fontos dolog, mert kettő embernek az egységében Istent jobban érdekli az egység. Mert pontosan jól tudja az Isten, hogy az egységhez óriási dologra van szükség, alázatra. Ennyi. Nézzetek meg, ez lehet dics, ima, ige hirdetésben való együttműködés, ez bármilyen szolgálatra igaz, de az imában nagyon jól kijön, hogy van, aki a saját dalát tolja végig. Oké, okay, együtt vagy vele, imádkoztok, oké, hogy én egy idő után nem szeretek ezekkel az emberekkel imádkozni. Ha kezdő, meg gyenge, akkor persze semmi gond nincsen ezzel, de nem ő lesz az ima partnerem. Miért? Mert nem hatékony. Akkor én ott kísérője vagyok, tanítványozója vagyok, vagy érted? De nem vagyunk partnerek. Az a jó, amikor, amikor engedünk egymásnak, amikor a másikat többre tartjuk, előbbre engedjük, az egység miatt. Az Isten nagyon érdekelt az egységben. Mert ahol két ember egy akaraton van, ugye? Vagy ahol egységben vannak az atyafiak, oda áldást parancsol az Isten. Hihetetlen módon szüksége van Istennek az egységre. Oké, okay? tehát az imában is ezt érdemes erre emlékezni. Öm, tehát amikor valaki le tud mondani az önkifejezésről a, a csoportos ima alkalommal, azok már nagy eredmények. Ott kezd egy jó ima csapat összejönni. Én mindig nagyon szerettem azt, amikor egy ima csapat összeáll, és különböző emberekkel, és akkor egy... Műhely titkot mondok, és akkor én én műhely titkot mondok nektek, és ö, aztán egy idő után pár nappal később csöngenek a telefonok nálam, és akkor mondja az egyik, hogy hát te a, 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 nem tudom, ki ez a régi csoport inkább, mert ez az illető, ez az új, ez úgy imádkozik, hogy már és akkor, ezért, és akkor mondom, hogy jó, lángzám bite, kis idő kell, nyugalom. És aztán Szent nekik is szól, mert élethívőkről beszélünk, és aztán szépen kialakul, hogy változnak. Elkezdenek rájönni arra, hogy hogyan tudnak közösen haladni az Úrral. Hogyan tudják közösen levenni, hogy a Szent szellem éppen mit akar. Ez még akkor is egyébként jó, ha a másik nem vesz észre. Én inkább engedek. hogyha a másik nem veszi észre, hogy merre menne a szellemi vezetődés, és ketten vagyunk például, akkor valamikor érzem, hogy sokkal többet jelent az Úrnak az, hogy engedek, és inkább vele leszek azon a szinten egységben, mint sem most írten kitörök, és akkor az ostrom alól, és akkor mondom az imákat, Istenet néha jobban értékeli. De ezek tanulandó dolgok, úgyhogy ezeket tanulni is kell. Ö, olyan is van, amikor valaki nyomi az imát, de mondjuk a csoportban a többiek ellenállnak. Tudom, hogy itt soha, de én megtapasztaltam sokszor, amikor hátsén is, vagy imádkozásban is egyszerűen ellenállás van. Vagy be van feszülve valaki valakire, vagy egyszer az egésze van befeszülve, vagy csak úgy, nem tudom, rossz napja van, de nem. Ott van benne ez a nem. Most ilyenkor azért nehéz ez a dolog, mert áttörni őt nem lehet. Mit tudsz csinálni? Hát jó, de ott vagyunk benne az ima alkalommal. Ott is lehet, most azt mondom neki, hogy hát most álljunk le gyerekek, mert Kati ellenáll, és most én úgy gondolom, hogy akkor imádkozzunk érte, hogy ne álljon már ellen. Ettől lehet, hogy nagyobban fog ellenállni joggal, még jobban. Én is ellenállnék ilyenkor, szerintem lehet. Valóban, igen, kell érte imádkozni. Én azt szoktam javasolni ilyenkor, hogy érdemes ilyenkor hagyni az egészet, akár az ima alkalmat is hagyni, és átalakítani az egészet egy lelki gondozós beszélgetés együttlevősre, nem csak azért, mert pásztor vagyok, hanem mert túl sok olyan ima voltam, ahol megpróbáltunk áttörni embereknek a ellenállásán. Uh, ja. Oké. Okay. Um, okay. Szóval a lényeg a szimfóniáért, nem a cigiről beszélünk, küzdeni kell. Jó, tehát az egységért küzdeni kell. Uh, kicsit hasznos ez az hegymászokhoz, akik biztosító kötelel vannak ugye egymáshoz kötve. Ez a szakmám, tehát nagyon tudok erről beszélni, és hát az valamilyen szinten mindenki össze van kötve az adott szituációban. Tehát, hogyha egy még megcsúszik, akkor megtartják a többet, de ha már kettő áll elleni, zuha lefelé, akkor az egészre egy rántó hatással bír. Tehát a csapat azért meghatározza az egyén lehetőségét, és az egyén is meghatározza a csapat lehetőségét. Ez oké. Okay. Hetedik pont. Imádkozni nem mindig szeretünk. Ez is egy teljesen gyakorlati dolog. Imádkozni nem mindig szeretünk, és akkor nagyon finoman fogalmaztam. Tudom, vannak azok az emberek, akik mindig és általában, és ők mindig, ha imáról van szó, akkor... Hát én mindig szeretek imádkozni, én nem nagyon találkozom ilyenekkel, de lehet, hogy van. De lehet, hogy van. Nem két, nem kétlem. Éva? Akkor például Éva ilyen. Anyuka. És így mi az asszony? Ja, értem. Nem, nem hallom. Oké. Okay ez ritkán van, akik úgy szeretnek úgy imádkozni mindig. Itt a mindig nem volt a hangsúly egyébként. Azt jelzem. Mert az a helyzet, hogy nem mindig jó imádkozni. Tehát valamikor reggel van, valamikor este van, valamikor fáradt vagyok, valamikor rossz kedvem van. Tehát valamikor a tested, a lelki természeted egész egyszerűen túlságosan jelen van, és nincs kedved imádkozni. Nincs erőd imádkozni. és így érzed, hogy nincs kedved imádkozni. És ez azért nagyon fontos, mert ne várj arra, ugye gyakorlati tanítástól van a szó, ne várj arra, hogy legyen kedved imádkozni. Jó? Ebben ez a lényeg. Ha kiestül a rendszeres ima életből, akkor ma térjél meg. Ha nem estél ki, akkor őrizd meg. A lényeg, hogy nem kest kérdése, hogy imádkozom vagy nem. Tudnélik, a testem és a lelkem egy idő után gyakran, néha, periódikusan azt fogja éreztetni, hogy nincs kedvem imádkozni. Én nem mindig szívesen imádkozom, akkor bevallom én őszintén, valamikor nagyon terhemre van, valamikor semmi kedvem nincs imádkozni, valamikor úgy megyek el egy ima alkalomra, hogy ah, most, most úgy, otthon kicsit pihennék de tudom, hogy az ima jó, tudom, hogy az Isten ezt elrendelt, azt az ima alkalmat, és akkor már van annyi rutinom, hogy átverekszem magamat a testemen, meg a, a lelkemen, és amikor elkezdünk imádkozni, akkor mindig nagyon hálás vagyok a végén, hogy de jó, hogy eljöttem, mert el. feltöltve megyek el onnan imádsággal, tűzzel, stb. Úgyhogy imádkozni tehát nem mindig van kedved, viszont imanékül nincsenek Eredmények. Jó, ezt is egyezd meg. Építkezni az életedben lehet Isten nélkül, ezt, ezt is egyezd meg. Építkezni lehet Isten nélkül, viszont ha úgy építkezel, akkor össze fog dőlni. Nem azt mondja a Biblia, hogy nem lehet építkezni Isten nélkül, hanem azt mondja, hogy lehet építkezni, viszont össze fog dőlni. Azt viszont Isten biztosra mondja. Karrier, munka, párkapcsolat, szolgálat, bármi, amiben nincs benne az, hogy Isten beszédének megcselekvésére építed, az össze fog dőlni, mert jönni fog a vihar. És ami nagy kijelentés volt nekem pár évvel ezelőtt, nem, nem csak az a kijelentés, hogy össze fog dőlni, hanem az a kijelentés is megérkezett, hogy viharban fog összedőlni nem fog kiderülni, tudni légy, hogy homokra éptettél, amíg sima, amíg sima a környezet. És nagyon sok hívő azért van megtévesztett állapotban, mert úgymond sima, jelenleg nincs vihar az életében. A kapcsolatában, házasságban, munkában, szolgálatban, Istennel való kapcsolatában pedig homokra van építve. De ha jön a vihar, akkor kiderül, hogy ezek omlanak össze folyamatosan. Úgyhogy érdemes most ezt Ebből megtérni, tehát, és ráállni arra, hogy Isten igények megcselekvése az egyetlen építkezési lehetőségem. Az ima életet tehát föl kell építeni, nem épül fel magától. Senkinek nem épül fel magától, föl kell építened. Az ima hiány olyan, mint az összes többi szellemi befektetés, mindig később derül ki. Az ima hiány nem akkor derül ki, amikor nem imádkozol, hanem jóval később derül ki. Az adakozás hiánya nem akkor fog kiderülni, amikor nem adakozol, hanem majd egy időintervallum után fog kiderülni. Tehát csomó szellemi tevékenység nem akkor derül ki, amikor nem csinálod, hanem egy idő után, amikor jön a vihar, és pont, hogy nincs ott az alap, nincs ott a tartalék. Van egy kedves ismerősöm, ami mindig azt tanította, hogy akkor kell imádkozni gyógyulásért leginkább, amikor egészséges vagy. Uram, köszönöm, hogy egészséges vagyok, a Krisztus sebeiben meggyógyultam, hálás vagyok neked, mert ő megtapasztalta, hogy egyszer nagyon beteg lett, és szinte alig volt ereje imádkozni, és mégis érezte Istennek a kegyelmét, hogy egy-egy imádságára, megvallására jött a gyógyító erő, jött a hullámzás, és akkor értette meg, hogy volt egy tartaléka. Egyszerűen volt egy mennyi tartaléka. Sok ember megtapasztalja ezt anyagi szinten is, hogy hogy amikor anyagilag pss, ő lekerül a padlóra, hirtelen megjelenik egy természetfeletti erő, hirtelen megjelennek anyagi beruházások az életében, de miért? Mert megvoltak az előtte való korszakban az ő befektetései. Nem lehet Isten szellemi valóságát megcsúfolni. És ezért az ima is ilyen. Lehet, hogy most nem hiányzik az életünkből, de egy év múlva nagyon fog hiányozni az életünkből. Uh, és azt mondom, ez mindenre így van. Oké, okay. um, kilencedik pont a hatékony imádságra. Hol tartunk időben, mert nem látok odáig? Tessék? Húha! Mennyi van még? Vannak titkok, amik nem rátartoznak. Kilences pont, belegyorsítok. Szüntelen imádkozzatok, és kitartóan imádkozzatok. Az imanyelvet folyamatosan azt mondja az ige, hogy szüntelen, és kitartóan imádkozzatok. Magánemberként értem, hogy nem fogsz tudni szüntelen imádkozni, mert az nagyon, nagyon rosszul venni ki magát, hogy a boltban, a bankban, a munkahelyeden te imádkozol, és hozzá sem lehet szólni. Tehát valószínűleg nem erről szól ez az ige, hanem ez arról szól, hogy az életedet titassa át egy imádságos lelkület. Legyen jelen az imádság. Egyébként csak jelzem a nyelveken imádkozásra, pontosan jó, mert amikor állsz a teszkóba a sorba, és szint, már tudsz egy picit nyelveken imádkozni, vagy egyszer csináltam azt, hogy mobil, na, szorongós ilyet helyzetem volt, munkahelyen dolgoztam, és nem kocsival közlekedtem, hanem BKV-val, és amíg amíg az utcán sétáltam, vagy vártam a trollibuszra, éreztem, hogy imádkoznom kell. De hát ott jártak, mentek az emberek, az meg ciki lett volna. Ezért én fogtam a mobilt, fölvettem a mobiltelefont, és akkor mondtam, hogy Sirele de Szent, Cseprele Halleluja, ha sok serele be, de ha elment, valaki, azt hitték, hogy valami arab vagyok, vagy valami ilyesmi. pont jó. Sirele de Szent, meg atyám, apukám, köszönöm neked, hogy ezt elküldted, és apa, még arra kérnélek. És mert a mennyei apu, így volt beírva a telefonkönyvben, hogy mennyei apu, és akkor én akkor én a mennyei aput és akkor így tudtam imádkozni hozzá. Ez a szüntelen imádkozás. A szüntelen imádkozás, tehát egy hozzáállás magánemberként, gyülekezeti szinten pedig viszont egy valóságos dolog, mert egy gyülekezetnek, meg az eklésiának gyakorlatilag egy állandó, huszon, hát a leginkább egy 24 órás ima, ima, rendszerben kéne, hogy dolgozzon. Hát most ettől még egy picit távolabb vagyunk, de a gyűliben nagyon sok ima van egyébként. Úgyhogy érdemes ezeket keresni. Oké, okay. kitartásról. Atyakép, bírókép és barátkép. Három képben válszol Jézus. Az atyakép Máté 7.9, 9 vagy ki az ember közületek? ha az ő fia kenyeret kér, tőle követ ad neki. Ha halat kér, vajon kígyót ad -e neki. Ha ezért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább adati mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle. Nem azt mondja Jézus, hogy mindent megadunk, amit kérünk, hanem azt mondja, hogy mivel Isten egy jó apa, ezért ha jót kérsz, azt megadja. Üm. Az idő hiányában csak nagyon röviden mondom el, hogy a Dávid kisfiam ma pontosan be lehet mutatni ezt a dolgot. Ha valami jót kér, rögtön megadom neki. Ha valami mm, nem annyira, vagy nekem nem annyira tetsző, de őt nem, nem neki nem kár, akkor kicsit hagyom, hogy kéregesen, kéregesen, jó, akkor aztán megadom neki, aztán valamikor csak azért húzom az időt, hogy nagyobb legyen az öröme, de valamikor tényleg olyasmit is kér, amire úgy érzem, hogy ez nem tenne neki jót, de tanulni fog belőle, ezért ha nagyon akarja, akkor megengedem, hogy megnézzük a cápás filmet, de akkor ha bepisész, akkor te mosod ki, és hát ilyenkor te akkor ő mossa ki, és valamit pedig akkor sem engedek meg neki, ha nagyon kéri. Értitek? Tehát és Isten is így van velünk, hogy ezért érdemes a nagyon kitartó imakéréseknél tudnod, hogy jót kérsz -e valójában, mert azért előfordulhat, hogy Isten megadja neked, miközben lehet, hogy pont a cápás videót kérted, és ha megadja, akkor bepisílsz. De hát Isten segít neked utána tisztába tenni. Lukás 18.1, itt a bíró hasonlatot hozza Istenről, az ima meghallgató Istenről. Ugye most tanulunk, tanuljuk az ima nyelvét Istennel. Mondja neki egy példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni, nem belefáradni, Ú, de apró, még én innen se látom. Belefáradni. Mondván volt egy bíró a városban, aki Istent nem félt, embert nem becsült, és volt abban a városban egy özvegyasszony, aki is elment ahhoz, és ezt mondta, állj bosszút értem az én ellenségemen. Azt pedig nem akart egy ideig már, mint a bíró, de aztán azt mondta a bíró saját magában, jó lehet Istent nem félem, embert nem becsülök, mindazáltal, mivel hogy nekem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom őt, hogy szüntelen, reám járván ne gyötöljön engem. Mondja pedig az Úr, halljátok, hogy mit mond a hamis bíró. Hát az Isten nem áll bosszút az ő választottaért, akik hozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszú tűrő is irántuk. Mondom nektek, hogy bosszút elértük hamar. Mindazáltal az embernek fia, amikor eljön, vajon talál-e hitet a földön? Én nem megyünk bele, értitek, azért mondtam, hogy ö, ö, szüntelen és kitartó imádkozásról beszél Jézus. Jézus maga, aki először az atyára irányította a figyelmet, utána két nagyon erős példával, nem az atyaságra helyezi a fókusz neked, amikor az ima, az ima nyelvről beszél, hanem arra, hogy tarts ki. Teljesen mindegy, hogy mit érzel, teljesen mindegy, hogy, hogy hogy gondolod, hogy már mennyit imádkoztál valamiért, egyszerűen muszáj kitartóan imádkozni. Mert ha még egy gonosz bíró is lenne az Isten, akkor is megadná. Egyébként csak egy zárójel, hogy talál-e az emberfő, amikor eljön, talál-e hitet a földön. Én sokáig azt hittem, hogy ez egy utolsó, egy... egy, egy utolsó idős profécia, de aztán Isten szeme megmutatta, hogy ez pont az, hogy nagyon gyakran emberek, amikor elkezdenek imádkozni valamiért, és rászol, hogy kitartóan imádkozol, aztán egy idő után abba hagyod, pedig éppen jönne Jézus, éppen jönne a válasz, és tudod, lépne rá a következő, de hol a hit? És aztán most érted egy kicsit, hogy visszamegy megint a mennybe. Nagyon a hasadot értettétek, tehát az imádságot, amíg nem érkezik, meg rá válasz. Ha tudod, hogy Istentől van, ha tudod, hogy Isten megérte, akkor azt egészen addig kell imádkozni, amíg az meg nem érkezik, amíg az igenni és ámenni nem lett. Áment, tehát befejezetté lett. Oké, okay, barát, például Lukás 11.8. Mondom nektek, hogyha azért nem is fog felkelni és adni neki, mert az a barátja, de a tolakodás miatt fel kell, és ad neki amennyit csak kell. Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik nektek. Aki kér, mind kap. Aki keres, talál, a zörgetőnek megnyitatik. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, Isten az imádságra a mennyiséget, a kitartást, a, a, a zörgetést ezt helyezte fókuszba. Nem azt, hogy az Isten egy atya. Az az alapvetés, hogy ő egy atya, tehát jót fogadni, de utána pedig azt mondta, hogy innentől kezdve, ezt tudod, turbó, Kitartás, minden nap, tojad, az ima, mennyiségi kérdés. Amen. Mennyiségi. Oké. Okay. A nyelv a kormánylapát, amivel irányítod a hajót, az ima pedig a motor, a benzin ami pedig hajtja a hajót előre. Ha nincs imádság, sodródás van. Na, ezek voltak a gyakorlati megközelítései a beszédnek az imának. Ezzel véget ért a sorozatunk, hogy milyen beszédtípusok voltak, és hogy beszéljünk. Tehát legyen hited és kitartásod, látásod arra, hogy összefoglalva, hogy ha jót kérsz, ha Istentől valót kérsz, ha Isten által megígért dolgot kérsz, akkor legyen kitartásod arra, hogy Isten megadta, amit kérsz, tehát hálaadással lehet már rögtön kérni. Ha nem tudod, ha nem vagy benne biztos, akkor keresd meg, hogy mi az Istennek az aktuális akarata, és meg fogod azt hallani, meg fogod kapni, imádkozni nyelveken sokat, mert számtalan megértés, bölcsességét és választ fogsz kapni közben, és hogy az imádságos lelkület megtelepszik az életeden, az életviteleden, a mindennapjaidban, akkor egy biztonság is meg fog egyébként jelenni, mert az ima az elsősorban egy nyelv beszéd Istennel. Legyetek ima konstrukcióban másokkal, emberekkel, gyüliben, tesókkal, ha, mert ott pedig az alázatot, a jelenfejlődést, az erőnek egy másfajta dimenzióját lehet megtapasztalni az imának, és egy idő után, csak ezt már nem fog. erre vissza, kitérni, ha például csoportosan megtanulsz, akár minimum két ember, mert kettő elég, két kard elég, azt mondja az ige, de kettőtől 120 főig, lehet ezer is, de kettőtől valahányig, ha megtanulsz például egységben lenni, és egységben várakozni imában az úrral, akkor annak mindig felház lesz az eredménye. Mindig olyan kitöltetés, olyan meglátogatása Istennek egyébként, amit érdemes, akkor fogod megtapasztalni, hogy jó imádkozni. A nyögvenyelős melós munka pedig az előtte van. Végül, legvégezetére egy kérdést hagytam, a legfontosabb kérdést, ami egyébként mindenkit foglalkoztat. Ha jól imádkoztam, és ezt mindenki felteszi ezt a kérdést, életében legalább egyszer, a pásztorának vagy magának. Ha jól is imádkoztam, és igei is, amit kértem, és hittel is kértem, és kitartó is voltam, és mégsem történik meg, amit kértem, akkor mi van? Na, hát ez egy nevéd, nehéz kérdés, ezért hagytam a legvégére. Röviden elképzelhető el, hogy hittel imádkozom, Istentől kapott hittel, és mégsem történik meg. Mégsem lesz gyógyulás, mégsem ö, támad fel a halott, ö, mégsem áll helyre egy kapcsolat akkor mi van? Ez egy nagyon érzékeny kérdés, mert ugye az ige azt mondja, hogy amit hittel kérsz, az meg lesz. Egy másik helyen azt mondja az ige, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. A hit pedig ugye Isten igének a, a meghalásából származik. Ezért általában emiatt azt szoktam mondani, hogy az esetek nagy részében itt szerintem egyébként a hittel van a probléma. Lehet, hogy az illető azt hiszi, hogy hisz, de igazából csak reménykedett ezt. Ezért össze lehet keverni. Lehet, hogy kívülről úgy nézett ki az illető hitte, de valójában belül csak egy reménysége volt arra, hogy a dolog meggyógyul, vagy, vagy megtörténik, vagy bármi. És igazából hittel nem tudta valójában megragadni az adott témát, csak reménységgel. Inkább akarás és reménység volt az adott ügyben, nem pedig hit. Ez az egyik válasz. Ez a leggyakoribb válasz. De van egy másik válasz. A másik az, amikor valóban volt hit, és minden pipa, 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 és mégsem történik meg a gyógyulás. Mert itt van az a pont, amikor azt kell, hogy mondjam, hogy nincs válasz. Itt meg kell állítani az elmét, és azt kell mondanod, hogy én ezt nem tudom. Nem tudom, hogy egy hívő miért nem gyógyult meg. Nem tudom, hogy miért halt meg Mária. Nem tudom, hogy ha a testvérünk meg is halt például, akkor miért kellett három hónapig azt a borzasztó szenvedést végélni a beteg ágyában. Nem tudom ezekre a választ. Én nem hittem, mi nem hittünk, ő nem hitt. Valamikor érzett, hogy emberi tényező van, de valamikor azt érzett, hogy nincs rá válasz. És most mostan az a válasz, amit jelenleg hangsúlyozom, ezt én mondom, és jelenleg itt tartok alapján mondom. Nem akarok beleesni abba a hibába, mint a karizmatikusokként, hogy mindenre tudjuk a teológiai választ van olyan kérdés szerintem, amire a Földön nincs válasz. Vannak kérdések, amikre a mennyben és a trónteremben lesznek meg a válaszok, és ott marad az a válasz, amíg ott meg nem találkozunk az Úrral, mert ő maga a válasz. És az az egyre erősödő benyomásom, hogy ez is egy ajándék Istentől, ha nincs válasz, mert lehet, hogy neked a jobb, hogy itt a Földön nincs mindenre válasz. Mert ez téged segít, méghozzá segít téged meghajolni. Ha vannak olyan döntések, amiket te nem értesz, nem tudsz megmagyarázni, teológilag nem tudod megindokolni, nem tudod befolyásolni Isten teológilag, mert teljesen más történik, mint amit te hittél, gondoltál, hogy történnie kéne, akkor egyetlen egy lehetőséged van, fölismerni, hogy a kegyelemnek egy nagyon furcsa pillanata érkezett el hozzád, meghajthatod a térdedet az Isten előtt, a láthatatlan Istenet, az elmédet, a szellemedet, úgy, ahogy van az egész lényedet meghajthatod, és azt mondhatod, hogy Uram, én ezt nem értem, de azt tudom, hogy te egy Isten vagy, egy szerető Isten vagy, és egy jó Isten, és minden döntésed bölcs, igazságos és szeretetteljes. Ezért én tudom, hogy ami most történt, ez ilyen. És amikor te így cselekszel, és így meg tudod magadat hajtani, akkor tudod, mi az érdekes? Hogy már megint csak veled történik egy jó dolog. Mert pont emiatt a szellemed még jobban megerősödik, és gyakorlatilag megint csak a te hasznodra vált valami. Úgyhogy Isten mindent a javunkra fordít, ezzel akartam befejezni. Jó az Úr örökké való az ő kegyelme, nemzedékről nemzedékre az ő hűsége, mi pedig a Te néped és a Te legelőrnyája, hálát adunk neked mindörökre, és nemzedékről, nemzedékre hirdetjük a Te dicséretedet, és ebben újuljatok meg, hogy nemzedékről, nemzedékre hirdessétek és imádkozzunk az Istenét. Amen. Amen. Drága mennyi atyám, az Úr Jézusnak a nevében egy nagyon rövid hálaadással zárjuk le a beszédről szóló sorozatunkat. Köszönjük neked, Uram, hogy a beszéd az részint a mennynek és részint a mi emberi szféráknak a találkozása, és adtál lehetőséget arra, hogy a sorsunkat alakítsuk, adtál lehetőséget arra, hogy az általad és tőled kapott örökségünkbe belemenjünk. Köszönjük neked, Uram, hogy nem vagyunk elveszve. Köszönjük neked, Uram, hogy nem hagytál bennünket magunkat árvákul, nem hagytál bennünket mezítelen, hogy egyszerűen van tápláltatunk a mennyben, akinek a hatalma végtelen. És drága mennyi atyám, én most azért imádkozom, hogy mindazon beszédek, amik az elmúlt alkalmakkor eljöttek a mennyből hozzánk, azok be tudjanak hullani a mi szívünkbe, ott pedig meg tudjuk ezeket őrizni, el tudjuk rejteni, hogy ezek ki tudjanak kelni és gyümölcsöt tudjanak teremni a te dicsőségedre. Az Úr Jézus hatalmas nevében, ámen, ámen és ámen!